Terézvárosi művészeket bemutató sorozatunkban ma Már Ági színművész a vendégem, szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy meghívtatok. Én ugyan a felkonferálásban azt mondtam, hogy több mint 30 éve vagy terézvárosi lakos, te mondtad, hogy 66. Igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy születésedtől kezdve Terézvárosban éred az életedet, ami nagyon jó, de hozzátette rögtön azt is, hogy sajnos keveset tartózkodom itthon. Hogy néz ki az életed? Egy rohangászás, és egy picit úgy vagyok, mint a Kon, tudod, hogy megkérdezték régen, mindig kivándorolt, bevándorolt íze, hogy hol érzi magát a legjobban, és mondta, hogy útközben. Mert akkor már úgy mindent ott hagytam, meg esküszöm, hogy így vezetés közben a hármas úton a legjobb, de nagyon szeretek itthon lenni, nagyon szeretek. Miskolci Színházban vagyok szerződésben, de hát amúgy is, tehát így, hát most itt akkor forgatok, akkor voltam EU-s produkcióban, tehát rengeteg helyen jövök, megyek, és ez a itt hagytam, ott hagytam, 8 kiló liszt az egyiken, másikon semmi, tehát ilyen, ez, mert mindig elfelejtem, érdekes, hogy mit hol vettem, igen. Melyik ruhám, hol éppen. Ez helyes, ezt egyébként így még senki nem fogalmazta meg, mint ahogy kénytelen vagyok egy veled készült riportból idézni, illetve egy részletet felolvasni, mert egészen kritikusan nézed önmagadat és az egész életedet, tehát valahogy olyannak tűnsz nekem, mint aki igen úton van, állandóan csinál valamit, saját magát furcsán ellenőrzi, állandó kontrollat tartod, de nem vagy hajlandó visszanézni, nagyon hagyatkozol a rendezőkre, tehát, és ezt most a rendezőket is képletesen éltem, mert azok is rendezőid, akik az életedet irányítják valamilyen úton, módon. Tehát hogyan építetted föl az életedet? Hogyan vált ez ilyenné? Tehát miért, amikor Miskolcra leszerződtél, vagy Miskolchoz elszerződtél, örökös tag lettél, miért nem kötötted akkor végképp Miskolchoz az életedet? Én nem eleve Miskolcra szerződtem, és... hát itt attól, hogy a Terész TV-ben ülünk, attól egy kicsit olyan személyesé válnak a dolgok, hogy nekem nagyon korán meghalt anyukám 48 évesen. Ez még a szociba, ugye én is nagyon fiatal voltam, anyák napján váratlanul. Elég tragikus módon, és akkor el kellett kezdeni az életet cipelni a hátamon. Egy kisebb öcsém van, akit közgazdasági egyetemre kellett járatni, szóval akkor el kellett kezdeni egy önálló pénzkereső életet. És hát akkor az volt a Nemzeti Stúdió, most már Akadémia, és akkor itt más választásom nem volt, mint elkezdeni egy ranglétát bejárni vidéken. Ezt ők Kecskemétre szerződtem, de mázlim volt, mert jól döntöttem. Tulajdonképpen abból a korosztályból ketten vagyunk a barátnőmmel, Csákányi Eszterrel, akik így megmarad, mert akkor csak a színművészeti egyetem volt. Hát most már rengeteg iskola van, meg minden. Úgyhogy aztán meg a szerződések, ahogy kínálták magukat így, és természetes volt akár színművészeti után is, hogy lemenjél vidékre. Amikor színművészetire adja valaki a fejét, és azt mondja, hogy én színész szeretnék lenni, de ez bármely művész szakmára, vagy művészethez köthető szakmára értendő, akkor nem biztos, hogy végig gondolja azt, hogy ez milyen lemondásokkal és milyen áldozatokkal jár. Mindenki tudja, hogy milyen fantasztikus egy tapsot megélni, de hogy előtte hány órát kell utazni, utána hány órát kell utazni, hogy a szombat estén, vasárnap estén foglalt, hogy az ünnepeim foglaltak, hogy a szilveszter éjszakát valószínűleg nem pezsgőkocintással, hanem egy autóban fogom eltölteni, és hogy amikor a család együtt van, akkor én éppen vagy egy kamera mögött állok, tehát ezt azért nem gondolják végig. Te neked volt-e előtte valami fogalmad arról, akár családi indítatásból, akár máshonnan, a tehetséged mellett, hogy ez egy ilyen szakma lesz. Ez nagyon érdekes dolog, mert ez is egész a kicsi gyerekkoromhoz nyúlik vissza, gyorsan megpróbálom, hogy ugye 6. kerület, Hősök tere, 56, hát itt nem lehetett nem részt venni egy családnak, vagy legalábbis a papámnak az 56-os dolgokban, amitől neki aztán gyorsan el is kellett menni. És nagyon nehezen vettek fel óvodába, és én nagyon visszahúzódó, és Paula Jede utcába jártam óvodába, és nagyon ilyen félénk visszahúzódó gyerek voltam, és akkor jött egy műsor, és abban én voltam cickom, vagyon-e szép lányod. És én, aki mindentől féltem,
ott fönt egyszer csak azt teszem, hogy de jó, itt itthon vagyok, ez az én otthonom. És akkor nem tudtam, hogy ez a színésznő, csak valahogy ösztönösen mindig odavágytam, és ez így színészeknél nem ritka, hogy életben esetleg gátlásosabb, meg nem annyira szívesen, hogy de ott fönt meg kiad mindent magából. Azt nem tudom, hogy gátlásos vagy-e, de az egészen biztos, hogy nem vagy egy nyomakodó, vagy egy hivelkodó típus. És akkor most jutunk oda, hogy volt egy részlet ebből a riportból. Azt mondja, a Tűztek darabot műsor az én kedvemért is, csak rólam a színház még szót sem szólt. Nem voltam elég ügyes ehhez. Szerintem nem jól írták, mert azt, hogy nem rólam szólt egy színház, azt akartam mondani. Uh-huh. Mert tudod, van, aki fémjelez, és akkor csak ő, és csak... igen, tehát ilyen valóban. De az a mázlim, hogy ami hátrányom, hogy nem vagyok egy valamilyen alkat, egy naíva. Egy besorolható egy, színész igen, típus, ahogy aki, említettem. Aki aztán hozzák is, és egy díva, uh-huh. vagy mit tudom én. Viszont mindenfélét, tényleg a Júliától a Boszorkányig, mindenfélét, és azért meg kellettem. Rá tudnak osztani. Rám, és osztottak is. Mi az, amiben legjobban érzed magad? Ha jó a csapat, uh-huh. jó a rendező, jó darab, tehát én hiába vagyok a nem tudom micsoda, hogyha nincs, aki visszanézzen rám, vagy rossz körülmények között, vagy nem úgy kell, uh-huh. akkor annak nem örülök. Mindig szívesen bevállalok izgalmas, érdekes dolgokat, így, tehát nem ültem én folyton Miskolcon, voltam egy EU-s produkcióban, 4 nyelven bejártuk a világot, vagy elmentem Angliába. Ez mi volt ez az EU-s produkció? Ez egy Wojciech volt, Simon Balázs rendezte, és olasz, román, magyar színészek 4 nyelven játszottuk, és Erdélyből, de nem magyar, tehát nem magyar színészek, hanem román színészek voltak benne. És akkor így Olaszországig végig jártuk a dolgokat, vagy amivel most vagyok, és amit megragadnám az alkalmat, hogy itt Terézváros, Jókai hat, hogy a kedves nézők... Ez a Hadszínteátrum. Igen, a Hadszínteátrum, hogy itt is egy érdekes dologban játszom most, és úgy tűnik, hogy sikeres is. Már így 4 előadást játszottunk, és nagyon telt házban. És még 2 hétig és nagyon fog menni. Szeretik. Hát 6-ig, és aztán megbeszélés kérdése, hogy hogy és mind. Ez is egy nagyon izgalmas, egy nagyon fiatal rendező, aki nemzetközi szakon végzett, Száraz Dénes, Sipos Vera, Pásztor Edina, benne van egy kollégán, Simon Zoli, és nagyon szereti a közönség. A címe az, hogy majd, ha eláll az eső, vagy ha majd, ha az eső eláll. Miről szól ez a darab? Nem szabad elmondanom, de nagyon izgalmas, ez egy ausztrál író, és most nagyon sikeres ausztrál, elnézést, de egy kicsit a fereg miatt, bocsánat, meg a korom biztos, szóval, hogy családi titkokról, családi tragédiáról, de nem ilyen nagyon leegyszerűsítve, hogy egy... ilyen nagyon egyszerűen, reálisan végigkövetve egy család, hanem egy picit költőivé válik, hogy hogyan találkoznak, hogy egy családi bűn, egy titok, az hogyan okozza generációk és más családok, és egy ilyen költőjén találkoznak aztán a történetek, de az eltitkolásról, a bűnről, és nagyon aktuális mai dolgokról, de egy költői szinten. Meg hogyha mondtad, hogy mit kell egy színésznek, hát esik az eső, egyfolytában forog a színpad, tehát így hogy egy színész mit gondol, tehát uh-huh. rongyázunk minden nap, és viszont akkor jó a színpad technika. Nagyon jó, igen. És az is egy nagyon jó dolog. Igen. Azt gondolom, hogy életed során, mint ahogy mondtad az EU-s produkciót, most mondtad a Hadszínteátrumot, és ott van a Miskolc az örökös tagsággal, vagy a többi vidéki színházak, nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltál. Nagyon jó körülményeket, és nagyon hátrányos körülményeket. Tudsz-e ilyen széles amplitúdójú példákat felhozni, akár magyar, akár külföldi produkciókon belül, amiben részt vettél? De pontosan értem. Nem pontosan érted, tehát hogy, mondjuk, igen. Azért mondom, hogy rengeteg tapasztalatod van, borzasztóan kíváncsi vagyok. Bocsánat, beleszólok, de amikor az Óze díjat kaptam, amit Gobi Hilda alapított, akkor összegyűjtötték, és majdnem 150 színházi szerepem volt. 150 majdnem. Színházi szerep. Akkor azért ez egy őrületesen igen. nagy skála. Igen. Hány helyszínen? Fú. Hát úgy Kelet-Magyarországot azt feldolgoztam, uh-huh. az biztos. És akkor így igen, vendégként azért jöttem-mentem sok fele. És ebben gondolom rengeteg pódium előadás is volt?
Vagy az nem? Inkább, az is, de inkább, inkább színházi előadások. Film, milyen... egy-egy, meg sorozat, meg tévé, meg amerikai film. Filmben is Mázlin volt, mert a Bolsevit, a Fekete Ibolya filmje, az is 16 díjat nyert. Ez a mostani és az Állampolgár is rengeteg díjat nyertünk. Úgyhogy ebbe is Mázlin volt, hogy így jó helyet. Hát amibe bekerülsz, az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy sikerré válik. Egy picit beszélgessünk a díjaidról, mert ugye most ez a cikk is, amiből én vettem, ez egészen biztos, hogy egy díjnak a kapcsán jött létre, amely díjat nem is tudom, hogy milyen körülmények között sikerült aztán átvenni, mert a díjátadóra nem tudtál elmenni. De. Ezen itt voltam. Ezen itt voltál? Igen. Na, akkor beszélgessünk erről a díjról. Ez most a filmkritikusok díja. Igen, azt mondja, ez az Állampolgár című darabnak. Az Állampolgár film. A film díja. Azt is abszolút ajánlom, rengeteg díjat nyertünk vele. Rengeteget a világban. Most hol látható? Hát a Bemmoziban időnként újra műsorra tűzik, de például most elmondom, hogy Manhattanben, ami nagyon nagy dolog, hogy New Yorkban megvették. Tehát nem csak az, hogy díjat nyertünk, hanem megvették Torontóba, Portugáliába nyertünk, Bulgáriába. Fantasztikus. Én személy szerint Los Angelesben Magyar Fesztiválon a legjobb női alakítást, itt is a filmes, Magyar Filmes díjon ajánlva voltam a legjobb női főszereplőnek, és a filmkritikusok nagyon helyesek voltak, mert nekem adták. Tehát, hogy... konkrétan mindenki tudja, az Állampolgár című Franyik Roland filmben Mari a filmdíjai között a legjobb női alakításért kapott díjat is átvehette ezen a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon. Én megmondom, hogy miért tévesztettem, mert a cikk azt írja, örültem a díjnak, de olyan, mintha nem is lenne, nem voltam ott az átadón. Igen, ezeken a külföldieken, a magyaron ott voltam. Ja, magyaron csak ott ami küldtett, jó, csak azért, hogy... például, hogy a legjobb szerelmes film lett Várnában, ami ugye az én koromban, de nagyon szép szerelmi történet után is. De ezekre nem tudtam, vagy hát most nem akarok dicsekedni, de mondjuk Svédországban a felhívott a Roland, hogy itt a Coppola, a zsűrielnök, és azt mondta, hogy feltétlenül mondjam meg neked, hogy itt áll mellettem a Bergman asszisztense, de tényleg így volt, és én meg 9 óra volt, mentem Miskolcon próbálni, és mondom, hogy hol, Stockholmban a Coppola, tehát így nem tudtam. Most talán lesz Párizsban, talán el tudok menni szeptember 8-án. Szívből gratulálunk ezekhez a díjakhoz, és nagyon reméljük, hogy meghozzák majd itthon is azokat az eredményeket, amelyek, bár ahogy, amelyek megilletnek téged, bár azt gondolom, hogy nagyon jól érzed magad a bőrödben. Igen. Most is egy nagyon fiatalos, nagyon jó színházban vagyok. Ez a K2? A K2-sökkel is dolgozom például, de a Miskolci nagyon jó színház, tényleg. Például a színházban is megnyertük a legjobb előadás a filmkritikusok szerint. Az egy másik előadás, a Móricz Kivilágos kivére adték. A színházban is nem kaptam meg, de ajánlottak a legjobb női fő mellék, ami aztán... Tehát, hogy így benne vagyok az életben, és örülök, hogy olyan produkciókban lehetek, olyan dolgokban, amik izgalmasak és jók. Jó rendezők, sok fiatal kollégám van, akik most végezték a színművészetit, és ettől jó fiatalos. Tehát ennek örülök. Most leszek egy tévéfilmben is, annak is örülök, mert rendes tévéfilm, tehát ilyen 60 perces, és Szabó Magda, Pilátus, tehát hogy nem sorozat, nem becsülöm le, meg abban is voltam tűzvonalban, hogy mit tudom én, amerikai sorozatban játszottam Painkiller Jane, a Christina Rockennel, tehát így nem becsülöm le, de azért mégis egy Szabó Magda tévéfilm, azért az úgy... Ez egy Szabó Magda tévéfilm. Hámor Ildikó, György Inusi, Szikszai Rémusz, szóval... És akkor 21-én van próbám Miskolcon, és 22-én Pesten. Szóval, hogy így... Tehát ahogy az elején kezdtük, hogy egészen érdekesen éled a hármas úton az életedet. Egy, Istenem, tulajdonképpen ezt is meg lehetne énekelni, ez jutott az eszembe. Miskolcban mit szeretsz a legjobban? Az, hogy jó a társulat. Hogy jó a társulat, jók a rendezők, jó a közönség, ezen sokat gondolkod. Sokszor volt, szinte mindig jó időszakban voltam, jó színészekkel, tehát mondjuk neked Blaskó Szerencsi Éva, Tímár Éva, Mihály Győző, Gáspár Tibi, tehát ilyen nagyon jó, Major Tamás,
Tehát így nagyon jó időszakokban sikerült színházi berkekben, ezt ugye tudják is. És még mindig megvan a társulat. Változó, változó, de most de megint egy jó. Vagytok. Társulat vagyunk, igen. Igen, ami egy lényeges gyorsan. Dolog tulajdonképpen. Abszolút, tehát igen. Nem darabszerződéssel vannak ott az emberek, nagyon. Hanem hogy egy társulatnak igen. a tagjai. És rengeteget dolgozunk. Hát igen, sokkal több darabot kell bemutatni, hisz a közönség az egy adott igen. térséget szolgál ki, és ugye ők meg a igen. változatosságra kíváncsiak. Mit szeretsz a legjobban Terézvárosban? Hú, te nem is tudom, de komolyan imádom. Tehát én hát mivel annyira... amikor följössz, és itt vagy egy pár napot, vagy egy délután, mert más annyi elfoglaltságod van, hogy nem nagyon van időd. Volt idő, amikor, hogyha nem tudtam éjjel hazajön, akkor sírtam, tehát mert nem tudom. Annyira éppen gondolkodtam, hogy jó, Terézváros, de ugye azért itt összeérnek a dolgok, tehát én a Hősök terénél lakom, tehát az már ottan egy kicsit nem, vagy a Hetedik is, de hogy hát a Városligeti tóban nőttem fel, ott játszottunk, vagy a tényleg az állatkert, a Ligeti fák, de ez már mondjuk nem hatodik kerület, de... Ez teljesen mindegy, de az egész országban látnak minket. Igen, a szép művő, igen, hát én Miskolcon is tudom fogni, szoktam is nézni, úgyhogy igen. Úgyhogy ezt igen, így nagyon szeretem. De amikor van időd, akkor hova sétálsz ki? Hát a Ligetbe, de az az igazság, hogy a nagy sétálós nem vagyok, hanem hát akkor így rohanok a barátokkal eltalálkozni, megbeszélni, megnézni előadást, amit tudok, amik jók. Tehát akkor szívesen jársz színházba? Abszolút, sőt szeretnék többet, de van, amit az én színházamban se látok. Ez egy nagyon nagy színház, a Miskolci, 5 helyen játszunk egyszerre. Az volt az ország első kőszínháza, és nagyon szép, olyan, mint a Víg, csak egy picit kisebb. De 5 helyen játszunk egyszerre. Tehát van úgy, hogy a saját kollégám nem látom, mert egyszerre játszunk. Hogy igen, végülis örülni kell, hogy sokat játszom, de ahogy mondtad, azért már néha jó lenne este nem elindulni, kicsit tévézgetni, vagy valami, de... Arra még várni. Igen, de végülis jó, hogy van mit... Itt a Hadszín Teátrumban megy ez a Majd, ha az eső eláll című darab. Ezt meddig lehet megnézni egyébként? Most 16-áig, de utána egy újfajta szerződéstárgyát képezi, amit én nem látok át, hogy elég sok helyről vagyunk színészek, hogy egyeztetés. Talán az is érdekes volt, hogy sikeres lesz-e, de úgy tűnik, hogy igen. Hát premiérnél is bravóztak, tegnap is teli volt, hogy én merem ajánlani. Félve, de azért nagyon érdekes, különleges a megoldása is, de úgy látom, hogy először nem kelt el egyáltalán jegy, és aggódtunk, és most addig lehet kapni. Úgyhogy... Hát azt gondolom, hogy akkor aggódjon a színház, hogy hány mindenki. Előadást fog még csinálni utána. Igen. Hála Istennek, hogy fogynak a jegyek. Azt gondolom, hogy egy új idény mindig új kihívásokat hoz. Mi az, amit biztosan tudsz? Tehát azt tudjuk már, hogy szeretnél elmenni Franciaországba a legközelebbi díjátadóra, mert azért mégiscsak úgy a jó, hogyha nem házhoz hozzák, hanem ott tudok lenni. Ugye Andorai Pétert idézted, aki nem tudott elmenni a saját Oscar jelölésekor, és hát emiatt aztán hagyott csapott papot. Hát ezt hála Istennek most, ha neked nem kell megélni, de azért jó lenne, hogyha el tudnál menni. Mi az akadálya ilyenkor, az, hogy játszol? Igen, hogy nem adnak ki, vagy... Hát volt olyan, hogy nem fizették, olyan is volt, olyan pontos. Tehát nem azért tudom anyagi... miért, én nem látom át, igen. Anyagi vonzata is van az egésznek. Is hát volt. Ez egy külön témát megérne ilyenkor, hogyha van egy díjátadó. Japánban is volt például, nagyon nagy sikerünk volt, ott is nyertünk valamit. Én járok egy pici faluba roma gyerekekhez, mert drámapedagógiát elvégeztem, a Színművészeti Egyetemen is drámát is tanítok. Hát is gimibe is ide jártam, a Varga Katalinban, most az Pesti Barnabás, szóval így a kerület. És mentem éppen, az is egy ilyen érdekes történet, például a Summer Academy, 10 országból voltunk, színészek, drámapedagógusok, és ilyen kicsi falvacskákba mentünk, és én éppen mentem ebbe a kis pici borsodi roma faluba, amikor látom, hogy a rendezőm hajlongott a Japánba, és veszi át a díjat, mert Japánba is nyertünk. Két díjat is. Na hát tudom, Japánban nem tudtam elmenni.
Nem is tudom, mit kívánjak neked. Az, hogy minél több helyszínen, igen, minél több helyszínen ott tudjál lenni. Hát klónozni nem tudod magad, de reméljük, hogy az anyagi forrás is meg lesz ahhoz, hogy az elismeréseket tényleg úgy tudjad élvezni, és úgy tudjad értékelni, ahogy, ezt, ahogy téged értékeltek, hiszen megkaptad azokat a díjakat, és nem csak a rendező vagy a körítés tud majd ezeken ott lenni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, sok-sok sikert kívánok. Én is még egyszer köszönöm, mindig szoktam nézni, hogy Teréz vár. Hála Istennek. Maradjál csak a nézőnk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.